Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videósorozatunkat, melyben a szabályos sokszögekről tanulunk. Aktuális leckénk témája a szabályos ötszög. Amiről szó lesz ebben a videóban, először is a szabályos ötszög belső és külső szögének a nagysága, beírt és körülét köre, illetve azok sugarainak a nagysága, jellegzetes háromszöge és végezetül kerülete és területe. Induljunk akkor ugyanebben a sorrendben, nézzük először is a szabályos ötszög esetében, hogyan számoljuk ki annak belső, illetve külső szögét. Ha felvesszük a szabályos ötszöget, melynek mindegyik oldala AAA, mindegyik belső szöge ALFA, 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 amiből kiindulunk az a belső szögek összege, amely nem csak a szabályos sokszögekre, hanem bármely sokszögre érvényes, n-2 x 180 fok. Mivel 5 szögről van szó, így az n ebben az esetben 5, az 5-ből, ha kivonjuk a 2-t, az 3, 3-mal szorzom a 180 fokot, 3 x 100 az 300, 3 x 80 az 240, így tehát bármely 5 szög, belső szögeinek az összege 540 fok. Mivel a belső szögek mindegy formák, így egy belső szögének a nagyságát kiszámíthatjuk az általános képlettel, hogy a belső szögek összegét elosztjuk az oldalak számával, illetve szögek számával. Az n jelen esetünkben 5, a belső szögek összege előtt számoltuk ki, hogy 540, ha őket behelytesítjük, 540 fokot el kell osztani 5-tel. Emlékezzünk vissza, hogy hogyan osztunk nagyon egyszerűen 5-tel, az utolsó nullát letakarjuk, a marad csak az 54, annak veszem a kétszeresét, kétszer 50 az 100, kétszer 4 az 8, tehát egy belső szöge a szabályos ötszögnek 108 fok. Miután kiszámoltuk egy belső szögének a nagyságát, nézzük most a külső szögét. Tudjuk, hogy egy külső szöget mindig az oldal meghosszabbításával kapunk, mégpedig a belső szögének a kiegészítő szögeként. Innen is az összefüggés, hogy egy belső szög és egy külső szög összege mindig 180 fok. Mivel a belső szögét most számoltuk ki, hogy a 108 fok be is tudunk helyettesíteni, így a külső szögnek a nagyságát kiszámíthatjuk a 180 fok mínusz 108 fok különbséggel. Hát a 180-ból, ha kivonjuk a 108-at, a külső szögnek a nagysága e számítás alapján 72 fok. Ugyanezt az értéket megkaphatjuk egy másik képlet segítségével is. Tudjuk, hogy a külső szögek összege mindig 360 fok. Ha ezt elosztjuk a szögek számával, ami esetünkben 5-tel, az 5-tel való osztáskor letakarom az utolsó nullát, és ennek a maradék 36-nak veszem a kétszeresét, és láthatjuk, hogy 2x36 az pontosan 72 fok. Haladjunk tovább, és nézzük most az ötszög, szabályos ötszög, beírt és körülírt körét. Ha felrajzoljuk a szabályos ötszöget, illetve az ötszög oldalfelező és szögfelező szimetria tengelyeit, mivel ötszögről van szó, az oldalak száma páratlan, így egy ilyen szimetria tengely az egyrészt oldalfelező, itt láthatjuk, hogy az oldalnak a fele, másrészt pedig szögfelező, tehát a belső szögnek a felezője. Ezeknek a szimmetria tengelyeknek a meccés pontjánál található egy nyellegzetes O pont, ez a pont a beírt és a körülírt körnek a középpontja. Ha ezt meg szeretnénk rajzolni először is a beírt körét, akkor keressük meg a sugarát, ez a középpont és az oldal közötti távolság. Jelöljük ezt kis r hiszen ez a kisebbi körnek a sugara. Ahhoz, hogy megrajzoljuk a körülírt körét, szükségünk van a középpontra, illetve a sugárra, azt pedig úgy kapjuk, hogy megnézzük a távolságot a középpont és az ötszög csúcsa között. Legyen ez a nagyer, hiszen ez a nagyobbik körnek a sugara, és az alapján megrajzolhatjuk a körülírt kört. A két sugár, tehát a kis és a nagyer, egy jellegzetes derékszögű háromszög két oldala, onnan tudjuk, hogy derékszögű, hiszen az ötszögnek a magassága, illetve beírt körének a sugara mindig merőleges az alapra. A harmadik oldal ennek a derékszögű háromszögnek az alapnak a fele, vagyis az A per 2. A derékszöggel szemben lévő oldal, az a körülírt körnek a sugara, így fölírhatjuk Pitagoras tételét, nagy négyzet egyenlő, egyik befogó az kiser, tehát kiser a négyzeten, plusz a másik befogó pedig a per 2, tehát a per 2, és az egész a négyzeten. Ugyanezen a rajzon könnyű most megrajzolhatjuk a szabályos ötszög jellegzetes háromszögét. Tudjuk, hogy bármely szabályos sokszög esetében a jellegzetes háromszög egy olyan háromszög, melynek az alapja megegyezik a sokszög alapjával, oldalával. A szárai a sokszög körülít körének a sugarával, tehát a nagy er, és az alappal szemben lévő szög, a középponti szög, melynek a nagyságát mindig kiszámíthatjuk úgy, hogy a 360 fokot elosztjuk az n-nel, ez az n valójában az oldalak száma, a belső szögek száma, illetve a jellegzetes háromszögek száma. Ötszög esetében az n tehát 5, ha 360 fokot elosztjuk 5-tel, ezzel az osztással már találkoztunk az előtt, akkor azt kapjuk, hogy a szabályos ötszög középponti szöge 72 fok. Ezt a középponti szöget felhasználhatjuk az ötszög szerkesztésekor, annak függvényében, hogy akár az a-oldal, akár a beírt körsugara, vagy akár a körülírt adott. Végezetül nézzük a szabályos ötszög kerületét és területét minden egyes szabályos sokszög kerületét kiszámíthatjuk az n a képlettel. n az oldalak száma, az a pedig egy oldalának a hossza. Mivel ötszögről van szó, az n láthattuk végig 5, így tehát a kerületét nagyon egyszerűen 5 ször a képlettel számoljuk. Ami a területet illeti, itt is felhasználjuk a jellegzetes háromszögét, hiszen 5 darab jellegzetes háromszöget tudunk megrajzolni, egy jellegzetes háromszögnek a területét pedig kiszámíthatjuk ennek a háromszögnek az alapjának és magasságának, szorzatának a felével, hiszen tudjuk, hogy bármely háromszög területe alapszor magasság per 2. Így tehát a területet általános képletünk n szer a szor kiser per 2. Itt annyit tehetünk, hogy az n helyébe behelyettesítjük az 5-öt, vagyis a szabályos ötszögnek a területe, ötször, alszor kiser per kettő. Ezzel leckénk végéhez is érkeztünk, köszönöm a figyelmeteket!